10 éves katonai és gazdasági együttműködést kötött egymással India és Oroszország. Vlagyimir Putyin elnök és Narendra Modi kormányfő új Delhiben megegyeztek arról, hogy 2025-re 30 milliárd dollárra növelik a kétoldalú kereskedelem volumenét. Ennek első lépéseként az indiai védelmi minisztérium 600 ezer orosz géppuskát rendelt. A tárgyaláson továbbá szó volt az afganisztáni rendezésről, egy közös űrprogramról, és arról is, hogy Moszkva indiai gyárakban fogja gyártani a Sputnik vakcinát. India erős és tele van barátságos emberekkel, történelmileg jó a viszonyunk, és remélem ez már csak javulni fog, örvendezett Putyin, aki a koronavírustól tartva eddig szinte összes útját lemondta. Se a G20 találkozón, se a glasgowi klímacsúcson nem vett részt, holnap pedig az amerikai elnökkel is csak online fog egyeztetni.